Fényképek, életrajzok, sorsok a megvilágított táblákon a Zsolnai negyedben. Együtt szabadon, Magyar cigányhősök címmel nyílt kiállítás Pécsen. A tárlatot a Terrorház a múzeum állította össze. A Terrorház a múzeum több mint 10 évvel ezelőtt kezdett el foglalkozni magyar cigányhősökkel. Először a marosvásárhelyi Fekete Március hőseit mutattuk be, sőt, kezdeményeztük, hogy elismerést, kitüntetést kapjanak. Ezt követően az 56-os magyar roma hősöket mutattuk be, majd pedig a rendszerváltoztatás megelőző időszak, illetve azt követő időszaknak a kiemelkedő példaképeit mutattuk be. Ez már az E78 koncertterem. Itt adtak zenés, táncos műsort, és itt mondtak köszöntő beszédeket a kiállításhoz kapcsolódóan. Ez a kiállítás 25 helyszínen fogja bemutatni azokat a személyeket, amelyek életükkel, munkásságukkal, bátorságukkal lámpásai voltak sokaknak. Ők voltak azok, akik az egyéni érdekek fölé tudták helyezni a közösségi érdeket. Mert csak azok tudnak hősökké válni, akik mindenek fölé a közösség javát helyezik és azt szolgálják. Az országos vándorkiállítás február 10-ig látható Pécsen. Közel 40 cigányhőst ismerhetnek meg a látogatók. A 30 éve szabadon emlékév keretében állították össze a tárlatot, de a járványhelyzet miatt csak 2022-ben tudott elindulni a 25 településre utazó kiállítás, ami elsőként Pécsre érkezett meg.